Az egyszerűség kedvéért úgy döntöttünk, hogy egynyelvűnek vesszük. Tehát én egyszerűen elmondom azt, amit Szergej mondaná, és ne ismételjük meg magyarul is, oroszul is. Tehát Szergej Márhel vagyok. Szergej Márhelnek hívnak, én vagyok a Békés Emberek Globális Jogai Nemzetközi Platform főtitkára. Ez év május februárjában választották meg erre a posztra, Münchenben a kongresszuson van. A mi nemzetközi platformunk eredetileg érdekes módon pontosan önöknél Magyarországon a Szeredéputó partján jött létre 2014. augusztus 2-án, mint kormány, nem kormányzati társadalmi civil szerveződés, aminek eredeti feladata az volt, hogy Ukrajna békés lakóit támogassa, többek között Donbass és Odessa békés lakóit támogassa a nacionalista, neofasiszta erőkkel és az ukrán hatalommal szembeni igazságos harcában. Azzal annak az ukrán hatalomnak a harcával szemben, amely katonai puccs folyamán jutott hatalomra, és amely puccsot az Egyesült Államok kormányzata szervezte és finanszírozta 5 millió dollárral a kievi Majdánon. Ezen a bizonyos Szelidítavi fesztiválon Csikó Sándor javasolta, hogy létrehozzunk egy ilyen platformot, és a Vajnai Attila is támogatta. Akkor választottak engem koordinátornak, és utána végre is hajtottunk egy akciót. A 2014. május 2-án meggyilkoltak, meghaltak emlékére, éppen esett az eső, és az emlékezet fekete léggömbjeit eresztettük az égnek. A szervezetünk tagjai lehet bármilyen párt tag, kivéve a profasiszta pártokat, különféle konfessziós, tehát nézőponttal rendelkező emberek, párton kívüliek, ateisták, különféle szociális réteghez tartozók. Az egyetlen kritérium az, hogy érdekelje ezeket az embereket a békés emberek globális joga kérdésköre. Most feladataink közé tartozik egy egész éles spektrum kérdéskör. Ez többek között a szíriai háború, a humanitárius katasztrófák Líbiában, Irakban, Afganisztánban, a különböző országokból származó menekültek helyzete Európában, a nemzeti kisebbségek üldöztetése, olyanoké, mint a ruszinoké, a magyaroké, a gagauzoké, az Oroszországgal szembeni szankciók, operatív reagálás bármilyen nemzetközi politikai kataklizmára, az Európai Uniós állampolgárokkal szemben alkalmazott szankciók, mármint Ukrajna által alkalmazott szankciók, a NATO kiszélesítésének való ellenállás, kiszélesítésével szembeni ellenállás, a pótólagos atomfegyver Európába telepítése, a fasizmus elleni harc bármilyen megjelenési formában az egész világon. Jelenleg a platformnak tagjai 10 ország szervezetei, 10 Európai Uniós ország szervezetei, hivatalos státusz nélkül. Németország, ezen kívül Németország, Ukrajna, Hollandia, Írország pedig előkészítették a dokumentumokat ahhoz, hogy regisztráljanak szervezetünkben. Hivatalos tagunk ezen kívül egy olasz tagszervezet és egy spanyol tagszervezet. Székhelyünket most helyeztük át Madridból Milánóba. Most készítjük elő, hogy a mi nemzetközi platformunk a ENSZ mellett, mint konzultatív szervezet szerepet vállaljon, mégpedig az emberi jogi biztos mellett. Akkor, hogyha ezt megkapjuk, akkor lehetőségünk arra, hogy aktivistáinkat ENSZ igazolványjal lássuk el, és ők ebben az esetben hivatalos új tényfeltáró újságírói vizsgálatokat folytathatnak olyan események kapcsán, amiket a nyugati sajtó is elhallgat.
Három évvel ezelőtt a Csikós Sándorral volt egy megegyezés, hogy ő megpróbál embereket szerezni erre a tevékenységre, és akkor létre tudják hozni a Magyar Bizottságot is. Sajnos ez a bizottság a mai napig nem működik. Azt szeretnénk, hogyha ezen a mai fórumon találnánk olyan embereket, akik képesek a Magyar Nemzeti Bizottság irányítására, ennek a mi nemzetközi platformunk keretében. Úgy gondolom, hogy ez a önök érdeke is. Tehát mivel önök, ha nem is közvetlenül önök, de az önök körei választottak meg engem, ezért szeretnék beszámolni az elmúlt három év alatt végzett munkámról, de hogy idővel takarékoskodjunk, ezért ő nem fogja felolvasni, hanem én egyenesbe fordítom papírból az elvégzett munkáról szóló beszámolót. Tényleg csak pontokba szedve. Tehát először az eredményeket sorolnám fel, tevékenységük eredményeit. Demonstrációk és a fényképkiállítások Odesszai Hatin névvel, valamint a Donbaszi humanitáris katasztrófa. Ez egy fényképkiállítás volt, ami költöző kiállítás volt, és minden egyes kiállítás megrendezésének különböző városokban demonstráció kísérte. Ebből már több száz volt. Például Madridban a Complutense Egyetemen több mint 2000 egyetemista kizavarta a banderisták, odautaztak a banderisták Ukrajnából, és a fakultásra kizavarták a banderistákat, mégpedig úgy, hogy kitépték a fasiszta jelszavakat ábrázoló, illetve fasiszta jelképeket ábrázoló zászlékat a kezükbe, és a zászlóbotokkal verték ki őket a helyiségből. Természetesen közben kiabálták, hogy kifelé a fasisztákkal az egyetemről, és mondom, ezeket a szabadság és az ukrán fasiszta jelképekkel ellátott zászlórólagat szétverték a hátukon, a zászlót pedig utána az ukrán konzul szeme láttára elégették ezeket a fasiszta zászlókat. Következő pont. Minden hónap másodikán manifestációt szervezünk, azzal a címmel, hogy 2014. május 2. Emlékezz Odesszára, stopp a fasizmusnak, ez a címe. Például 2015. május 2-án volt egy akció 22 országban, azon belül 52 városban, az Európai Unió 52 városában, többek közt Olaszországban 10 városban, Spanyolországban 7 városban, Németországban 5-be, valamint Ausztráliában is volt, Izraelben, Egyesült Államokban, ehhez én hozzáteszem, Magyarországon is volt. Voltunk rajta 6-an, 8-an, de megtartottuk az ukrán követség előtt, és átadtunk egy petíciót, amiben tiltakoztunk a életben maradt áldozatok meghurcolása, bebörtönzése, stb. Ellen. 16-17-ben május 2-án 15 városban tartottak odesszai szervezésű, eredetileg odesszai szervezésű demonstrációkat, mégpedig kiküldtek oda különféle újságírókat, külföldi független újságírókat. A törvénytelenül letartóztatott odesszaiak támogatása, akik a szakszervezeti székháznál történt mészárlásban, illetve tűzvész túlélői voltak, és utána tömeges repressziónak vetették alá őket, azzal vádolva, hogy tömeges zavargásokban vettek részt, ami emberek életébe került. Abban az időben, amikor pont ugyanakkor a valódi gyilkosok szabadon büntetlenül sétálhatnak ukrán városok utcáin. Következő pont. Információs piketek szervezése, megmentjük Donbass békés embereit címmel, le a háborúval. Plakátokat állítottunk ki, amelyek megmutatják a Bandera, Suhevics, Tyagnyibók, Jacenyuk, Poroshenko,
Turchinov valódi arcát és a hozzájuk hasonló álpatrióták igazi arcát. Következő pont. Részt vettünk humanitárius segítség összegyűjtésében és címzetekhez juttatásában, mégpedig a donbasszi békés emberek számára. Skype konferenciát rendeztünk azokkal, akik a kedvezményezettjei voltak ennek a humanitárius segítségnek, és beszámoltak, hogy fogadták ezt a segítséget. Következő pont. A donbasszi menekültek legalizációnak segítése Spanyolországban és Németországban. Ugye sokan elmenekültek, és ott új egzisztenciát kellett teremteni, ebben is segítséget nyújtottak. Információs felvilágosítást tartottak ezeknek az embereknek a problémáiról. Következő pont. NATO ellenes, Egyesült Államok ellenes, antiimperista akciók, anti-ISIS, mondják ezt? Hát, iszlám állam ellenes akciók, amelyben aktívan részt vettek különböző Európai Uniós államokban élő diaszpórák képviselői. Következő pont. Európai Uniós városokban dokumentális dokumentumfilmeket vetítettünk az Odessa és a Donbasszi eseményekről. December, 2015. decemberében Berlinben volt egy Prisma elnevezésű filmfesztivál, amelyen a 6 ilyen filmet vetítettünk. 2016. júniusában nemzetközi filmfesztivál keretében rövid filmeket vetítettünk Hamburgban. Következő pont. 2015. május 9-re Moszkvába küldtük a Vörös térre, és előkészítettük a szereplésüket. A Halhatatlan Század nemzetközi, nem, Halhatatlan Ezred nemzetközi századának résztvevő tiszteletére tartott rendezvényre. Olaszországból, Hollandiából, Németországból, Egyesült Államokból, Franciából, Spanyolországból, Lengyelországból és más országokból embereket utaztattak oda. Ugyanennek a Halhatatlan Ezred nemzetközi brigádainak találkozója volt, 17 országból menet is volt, fényképek voltak a második világháború alatt elesett bajtársakról. Következő volt, hát régen volt, kettőjük közülük Ukrajnába bukkantunk rá. Vízum segítséget nyújtottuk a spanyol antifasisztáknak, spanyol, olasz, német antifasisztáknak, azért, hogy a baszoti banda menetben részt tudjanak venni Luhanszkba. Következő pont. Segítséget nyújtottunk a ünnepi megemlékezésre, koncertek szervezésébe, amelyek a 70 és 72. évfordulójára lettek megrendezve, részt is vettünk benne Olaszországban, Spanyolországban, Németországban. Következő. Forgatókönyvet írtunk és megrendeztünk egy színházi előadást, politikai abszurdot Velencébe. Mindjárt vége. Velencében, Milánóban, Münchenben, Madridban, Amsterdamban 2016. februárjában, tól 2017. áprilisáig. Részt vettünk a nemzetközi szervezésébe a Világbéke Tanács kongresszusán Brüsszelben 2017. májusában. Regisztráltunk az OBS mellett, mint társadalmi szervezet, civil szervezet, jogvédő szervezet, és ezzel fogjuk segíteni a munkájukat. Aktívan együttműködünk különböző antifasiszta, háború ellenes szervezetekkel és mozgalmakkal, kommunistákkal és más baloldaliakkal, centristákkal is, akik támogatják a progresszív ukrajnai
állampolgárok tevékenységét. Tagjai vagyunk a koordinációs tanácsnak, volt szovjet tagországok közös szervezetében, ennyi a felsorolás, és utána az alapvető céljainkat a két pontban lehet összefoglalni. Tevékenységünkkel szét akarjuk törni azt az információs blokkádot, amit a nyugati tömegtájékoztatás gyakorol ellenünk. Valódi igazságtartalmú információt akarunk adni a ukrajnai helyzetről, sőt a világ helyzet egészéről, és minél több helybéli lakost az Európai Unióban saját oldalunkra állítani. Ez volt az első cél, a másik pedig békés, demokratikus úton a jelenleg regnáló népellenes hatalmat át akarjuk alakítani Ukrajnában a baloldali erők kormányává, amely képes véget vetni a háborúnak, az emberi jogtiprásnak, a kisebbségi jogtiprásnak és a tömegek, az ukrán tömegek elszegényedésének. Köszönjük a figyelmet!